Nemrég volt a múzeumok éjszakája. Terézváros múzeumaiban kinyártak kollégáink, erről készítettek egy összeállítást, amely nem sokára, az mostani beszélgetésünk után kerül levetítésre. Az egyik helyszínünk a Posta Múzeum volt, és kollégánk úgy gondolta, hogy a Posta Múzeum igazgatója, Kisfaludi Júlia, nagyon jó lesz, ha bejön ide hozzánk, mert a Posta Múzeum egy ékszer, egy gyöngyszem, ami új helyszínen mutatkozott be ebben az évben a Bencz Úrházba. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nos, sikerült-e belakni a Bencz Úrházba a Posta Múzeumnak már magát? Igen, köszönöm szépen én is a meghívást és a lehetőséget, hogy nem, már nagyon-nagyon mondhatni begyökerezettünk. Terézvárosban meg még inkább, mert több mint 40 éve Terézvárosban található a Posta Múzeum. Az Andrássy úton mi is számtalan alkalommal jártunk, és mindig gyönyörködtünk az ottani kiállított tárgyakba. Nos, a Posta Múzeum azt gondolom, hogy egy különleges múzeum. Sok rétű tevékenységből származó múzeális értékeket lehet föllelni. Mekkora ez a gyűjtemény jelen pillanatban? Hát, ha csak a tárgyakat nézzük, akkor sok-sok ezer darab. Több mint 23 ezer darab. Ebbe persze beleértendő a kb. 20 cm méretű bélyegző is, vagy nagyságú bélyegző, és beleértendő egy Orion televízió is, sőt, tovább megyek, egy rádióantenna makettje, vagy maga a rádióantenna. Éppen ezért aztán a raktározási gondjaink is a 20 centis doboztól a hatalmas nagy kertig terjednek. Hogyha most több mindent említett, amelyre az emberek azt gondolnák, hogy nem is a posta körébe tartozik, hiszen rögtön a televíziót is említettük, de hát akkor szelektáljunk, illetve rakjuk szekciók szerint a múzeumnak a tevékenységét. A postára az emberek azt gondolják, hogy posta. A postához hozzá tartozik a postásbácsi, a postaláda, a postás, a postáskapát, a levél, maga aztán a bélyeg, a tartalma és a bélyegző. Ez egy része az egésznek. Aztán ugye a posta mellett volt a második nagy egység, a távirat, illetve a távirda története. Gondolom, hogy ennek is megvan a maga története és a maga muzeális darabjai. És aztán utána, hogyha jövünk visszafelé a korból, akkor ugye a modern technológiával nagyon sok minden megjelent, többek között ugye a televízió és a rádió is. A televízió és a rádió, illetve a rövid hullámú sugárzáshoz kapcsolódó eszközök most is a Posta Múzeumhoz tartoznak, vagy pedig azok teljesen elmentek egy külön egységbe? Nem, azt kell tisztán látni, hogy a Posta Múzeum az a posta által létrehozott vagy generált múzeum. A gyűjtési területe Magyarország és ezek a technikai eszközök, illetve a posta társadalmi, tehát a munkásságának, a dolgozóinak az emlékeinek a gyűjtése, és bizony 1990-ig, ezt valóban nagyon kevesen tudják, 1990-ig a posta hatáskörébe tartozott, hivatalosan vagy szaknyelven úgy mondjuk, hogy a vezetékes távközlés, ugye a hagyományos postát önragyogóan összefoglalta, de azon túl a vezetékes távközlés, távíró, távbeszélő, és a vezeték nélküli távközlés, műsorsugárzás, de csak a műsorsugárzás része. A rádióállomásokat, az antennákat egészen 1990-ig a Magyar Posta, illetve 1945 előtt a Magyar Királyi Posta építette. Tehát ezek az épületek története, ezeknek a berendezéseknek a története bizony szerves része a posta történetnek. Most egy picit a vezeték nélküli sugárzástól kapcsolódjunk el, és menjünk vissza magához, a hagyományos postához, hiszen azt gondolom, hogy minél régebbre ásunk, annál gazdagabb gyűjteményt tudunk föllelni, illetve annál érdekesebb számunkra, hiszen a televízió, rádió, ez egy kézzelfogható, most is állandóan fejlődő dolog, és ha csak a magam mobiltelefonjait nézem végig, akkor is azt mondom, hogy úristen, már ezzel meg tudnék egy múzeumot tölteni, az elmúlt 10-11 pár évet visszavetítve. De az első posta történeti emlékek azért a múlt, sőt, 200-al odébb vetíthetőek, vagy kereshetőek vissza, hiszen azt gondolom, hogy az első posta múzeumot, illetve a posta múzeumhoz kapcsolódó gyűjtés maga Baross Gábor, aki akkori miniszter volt, közlekedési miniszter, ő az, aki elkezdte. Már azt lehet mondani, hogy ő is már folytatta,
de egy nagyon határozott lépéssel 1890-ben rendeletet adott ki arról, hogy igen, a posta által használt berendezéseket, elsősorban a távirótávbeszélő berendezések közül azokat, amelyek már nem működnek, vagy oktatási célra lettek félretéve, határozottan azt mondta, hogy ebből egy táviró és postamúzeumot kell létrehozni, de a gyűjtés maga az már az 1881-es évben megkezdődött. 1885-ben volt egy országos kiállítás, ami ebbe a gyűjtési folyamatban nagyon nagy lendületet hozott, mert itt bizony a posta meg akarta mutatni magát, azt, hogy ő akkor 1885-ben egészen friss újítások, ugye távíró, már a távbeszélő is létezett, hogy miket használ. De még nagyobb fejlődést ebbe a hatást ebbe a gyűjtésbe a millenniumi kiállítás hozott. Ott a Magyar Királyi Posta egy teljesen különálló, nagyon szép dekoratív pavilonban mutatta be magát. Több száz négyzetméteren. 600 négyzetméteren, és ebből 200 négyzetméter volt egy ilyen félig fedett kocsiszín, ahol az eredeti járműveket, tehát a fogatolt járműveket, ugye a szaknevén kariolkocsikat, sőt mozgópostát is, és hát bent az épületben pedig gyönyörű szép összeállítás, egész országban hatalmas nagy gyűjtő munkát folytattak, és az volt a cél, hogy ebből utána aztán hivatalosan is egy múzeum lesz. Egy ideig mutatom, hogy a közlekedési múzeumban volt helye a posta múzeum relikviáinak. Hát sajnos, mert az 1896-os kiállításnak a postai csarnokát lebontásra ítélték, mert ez az épület is nagyon fölvizesedett a helyszín miatt, és ez bizony nagyon komolyan visszavetette a múzeumi összegyűjtött darabok, postatörténeti tárgyak múzeumá fejlődését. Mert mi történt? Le kellett bontani az épületet, és ezt a sok-sok szép tárgyat, amit összegyűjtöttek, nagyon gyorsan kellett intézkedni mondhatom, hogy a szomszédos csarnokba, ami később a közlekedési múzeum otthona lett, ebbe a csarnokba. Egyébként most ezek a postakocsik, az első kocsik ott találhatok, most is a közlekedési még múzeumban? Még mindig van ott. Tehát akkor legalább megmaradt. Még mindig vannak, igen, a közlekedési múzeumban kocsik is, kisebb tárgyak is, amelyek ebből az időszak, tehát akkor kerültek oda. Én emlékszem, hogy amikor gyerek voltam, akkor Balatonszemesen ott volt a postamúzeum, az egyik postamúzeum. Létezik ez még? És hogyha megvan, hány helyen van még az országban? Igen, létezik. Ha most elmondanám, hogy mióta, akkor lehet, hogy megsértődne, hogy össze lehet kötni a gyermekkorába, szóval nagyon régóta. Ez így van. Most is már egy fedett kocsiszínnel gazdagabb, mint maga az épület, de nagyon céltudatosan a postai szállító eszközöket mutatjuk ott be, mert ott az eredeti járműveket tudjuk szépen egymás mellé sorakoztatni, és hát időről időre megújítani a kiállítást. Balatonszemesen kívül Nagyvázsonyban, tehát a Balaton északi partján, vagy hát nem a parton, de a közelében, ott van még egy kis kiállítóhelyünk, Hollókön, az örökségi faluban. Azon kívül muszáj vagyok visszakanyarodni a vezeték nélküli távközlésre, a Diósdi rádióállomás. Azt kell mondani, kiürült épületében is éppen 20 éve van kiállításunk, a magyarországi rádiózás, televíziózás történetét, dokumentumokkal, társadalomtörténeti és technikatörténeti oldalról mutatjuk be. Azt gondolom, hogy sok szempontból egy muzeológusnak, hiszen Kisfludi Júlia muzeológus is, és azt nem mondtam a bemutatásánál, csak azt, hogy ugye a postamúzeum igazgatója, tehát egy muzeológusnak nagyon kedvező és nagyon kedvezőtlen időszak a mostani időszak. Kedvező azért, mert a technika nagyon sok mindenben segít. Tehát az adatoknak a tárolásában, a digitalizálásban, a hozzáférhetővé tételben azt hiszem, hogy segít a mi korunk. Ezzel szemben ugye jelen pillanatban a válság az nem annyira az ilyenfajta leleteknek a megbecsülésére szolgál. Azt szoktuk mondani, hogy aminek nem így van tárgyi értéke, azt talán nem értékeljük annyira.
mennyire figyelik az emberek a postatörténetet? Azt tudom, itt a, nálunk, ahol itt a televízió is van, ugye a bélyeggyűjtőknek a székháza van, tehát itt is azért olyan kiállítások vannak időnként, és viszik a kiállításokat, olyan hihetetlen értékeket lehet felfedezni. Most gondolom, ugyanez van a postánál is. Az érték megőrzésben, az értékek behozatalában mennyire szerencsések ez alatt az idő alatt, mióta ön vezeti a múzeumot? Azt tudom, hogy előtte éveken keresztül dolgozott már ott, mint munkatárs. Mennyire van megint lehetőség arra, hogy gyűjtsenek az emberek? Mennyire tudják, hogy az esetleg otthon levő értékeik a múzeumban jobb helyen lennének? Nagyon sokan tudják, de hozzá kell tennem, hogy miután mi elsősorban a posta, postán sok által használt eszközöket gyűjtjük, egy bizonyos kor után, tehát amióta a szervezett posta létezik, azok viszont elvileg nem kerülhetnek ki magánkézbe. Tehát ecserin elvileg nem található. De azért csak van. Tehát hát van. Ezért hangsúlyozom, hogy elvileg. Mi is használjuk a modern eszközöket, tehát az internetes portálokat, a Baterát, meg ilyeneket, de nekünk ebből a szempontból legfontosabb partnerünk maga a posta, tehát az alapítónk, az alapító vállalatunk, akivel olyan kapcsolatunk van, hogy bizony a technika, ahogy fejlődik, hát amit már nem használnak, azt abból legalábbis egy mutatóban, igen. De hogy mégis van rossz helyzet is, az abban nyilvánul meg, hogy a napjainkban, vagy az elmúlt 20-25 évben használt eszközök is már erősen ugye, elektronikus alapúak. Ezekkel, ha most be is tesszük a múzeumba, már nem tudjuk őket Igen. működésben megmutatni. Szemben a 100 évvel ezelőtti telefonkészülékekkel például, vagy távírókészülékekkel, Igen. amelyeket még a mai napig is üzemképessé tudunk tenni, és be tudunk mutatni. Tehát ha valaki bejön a Benczúr utcai postamúzeumba, minden teremben talál működő berendezést, uh-huh. egyik-másikat neki is szabad működtetni. Na, ezt nem fogja tudni az utókor múzeológusa, múzeuma megtenni. Legalábbis a mostani eszközökkel. A mostani eszközökkel igen. nem, mert nem egyszerűen arról van szó, hogy 220 áram kell neki, hanem sokkal több minden is bonyolult, igen. és így már nagyon erősen csak a képi vagy videó üzenetre, Igen. hogy így fejezem ki magam, vagyunk kényszerítve, vagy tudunk hagyatkozni. Egyébként most eszembe jutott, hogy már a bélyegzés sem ugye kézi úton megy, hanem bemegyek egy postahivatalba, és minden elektronikus, a csekkeket elektronikusan olvassák le, elektronikusan bélyegeznek. Hát igen, ez nem annyira látványos. Ebből a folyamatból igen. az utókor múzeológusa semmit nem fog tudni bemutatni. Egy jó példa a bélyegzés. Ugye a 1700-as évek második felétől kezdve kötelező volt a feladás helyének feltüntetése a leveleken. Ezt eleinte a postamesterek szépen kézzel, aztán amikor már nagyon sokat kellett, akkor ők maguk barkácsoltak egy mondjuk egy bármilyen település névvel ellátott bélyegzőt, ezt ütötték rá. Ma mi történik? Már ugye jó néhány évtizede gépi feldolgozó gépsorok vannak, amelyek egy egész csarnokot töltenek meg, uh-huh. és hiába cseréli le a posta X típusút Y típusúra, uh-huh. az X típusúból nincs az a múzeumi raktár, amiben ha csak egy egységet is bemutatunk, az mi? Az csak a vas része. Igen. Nem tudjuk majd az utókornak, a következő generációnak működésben megmutatni, csak úgy, hogyha keményen dokumentáljuk, tehát filmfelvétellel, fotókkal, amilyen lehetséges ezen dolgozunk, igen. Melyek azok a kedvenc tárgyai, ha lehet kiemelni, amelyek tényleg a szívéhez nőnek? Én emlékszem az Andrássy úti múzeumra, hát tüneményes volt. Szóval tényleg azt lehet mondani, hogy egy ékszerdoboz, és nem azt mondom, hogy a gyerekkor jött elő, mert az nem jöhetett már elő, amikor ugye az ember a postakürtöt nézi, vagy azokat az eszközöket, de mégiscsak valahogy olyan gyerekkori, vagy olyan mesebelinek tűnt az egész múzeum. Megvan ez a hangulat most a Benczúr házban is? Hát mesebeli hangulat azért nincsen, mert most itt múzeumi szempontból sokkal kedvezőbb, egyenes vonalú, szép fehér falak
adják a keretet, vagy a teret ahhoz, hogy benne a postatörténeti tárgyak ellenben sokkal jobban élnek, és sokkal jobban tudnak érvényesülni, nem úgy, mint a Saxlehner palotában. Érdekes, ezt a kérdést nagyon sokan fölteszik nekem, hogy mi a kedvenc. Nincsen kedvencem. Nem tudok kedvencet választani, mert épp úgy szeretem például az egyenruhákat. Tehát, hogy azt, hogy 1810-es évekből van posztó, vastag posztó, igaz, hogy császári, de hát mégis Magyarországon viselt te postamester. Császári és király. Császári, és ez még csak császári, még csak tehát császári, fekete, fekete és sárga. De én ugyan bölcsész vagyok, és a technikai részéhez annyira nem értek, de gyönyörűek tudnak lenni a telefonok, a fa telefonkészülékek, kifejezetten iparművészeti alkotás egyik másik, a rádió vevő készülékek. Tehát mondhatom azt, hogy mindig azt tetszik nagyon, amelyik éppen elém kerül, és amelyikkel éppen foglalkozom. Most idén a rádió azért kerül többet elénk, mert ez év december 1-én lesz, nyilván önnek nem kell mondjam, hogy a magyar rádiózás, műsorszóró rádiózás megindulásának a 90. évfordulója. Úgyhogy ezt igyekszünk minden fórumon, például a múzeumi majálison is rádiókészülékeket vittünk ki, erről szóló fényképet adtunk a látogatók kezébe, illetve ilyennel fényképezkedhettek. Tehát azért is, hogy tudatosítsuk az emberekbe, hogy igen, volt idő, amikor a rádió is a postához tartozott, sőt, ha visszamegyünk még távolabb az időbe, akkor a személyszállítás is a postához tartozott. Magyarországon is volt ilyen időszak egyébként? A személyszállítás postai szolgáltatásként? Hogyne. Hogyne? Hát egészen addig, amíg a vasút meg nem jelent, addig az utasokat is a posta szállította. Hát ez eddig most bennem nem tudatosult, megmondom egész őszintén. Most így, ahogy említette, a western filmek jöttek elém. Nem annyira nem a vadul, de ugyanez. A postakocsik. Tehát a postakocsik. Igen. Sajnos ilyen eredeti postakocsink nem maradt fönn, ábrázolások igen, szépek, ezeken tudjuk megmutatni, és akkor itt jön a mese. Hogy erről mesélni tudunk. De hogy miket tudnának mesélni, vagy mit tudna mesélni a muzeológus, az igazgatóasszony, az egy következő történet lesz, illetve arra buzdítom önöket, hogy most nézzék meg azt az összeállítást, amit a Múzeumok Éjszakáján készítettünk. Ebből már láthatnak egy jó kis tömény összefoglalót, hogy is néz ki jelen pillanatban a postamúzeum, és utána látogassanak el a postamúzeumba egy délutánon, egy délelőttön, amikor van idejük, hétvégén vagy hétközben, mert nagyon-nagyon kellemes időtöltésben fognak részesülni. Lesznek jó tárlatvezetések, lesznek jó mesék, jó történetek, mi pedig művelődhetünk, és egy kicsit szórakozhatunk is vele. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzá. Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. És most következik az összeállítás, kedves hölgyeim és uraim, a Múzeumok Éjszakájáról, utána pedig megismételjük az Ez történt a héten című összeállításokat. Én elköszönök önöktől, viszontlátásra, egy hét múlva ismét találkozunk.